Csaknem 10 millió forint értékű adózatlan cigarettát találtak egy miskolci férfinál a rendőrök. Az eredményes házkutatás során 10 000 doboz dohánytermék, 600 liter benzin és ezen felül 60 liter pálinka is előkerült. A férfi ellen költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Rendőrség szövegünk. A felszólítás után perceken belül el is kezdődött a házkutatás a 62 éves miskolci férfi lakásán, ami rövid időn belül eredményesen zárult. Persze, a feleségem foglalkozik ilyenekkel, igen. Felhalmozva állnak a dobozok ebben a tárolónak használt kisházban. A koszorúk, szaldagok és a különféle dekorációs kellékek között azonban mást is találtak. Késsel rögtön az ajtóban bontották fel az első dobozt a rendőrök, amelyből már is előkerült a zárjegy nélküli dohánytermék. De nem csak a kisház szolgált a füstölni való elrejtésére. A lakásban, a szekrényekben és a ruhák közül is kartonszámra kerültek elő az illegális termékek. Ez pedig már a kutatás eredménye. 10 000 doboz cigaretta került lefoglalásra, amelynek értéke meghaladja a 10 millió forintot. De kiderült, mást is tartott a férfi. Találtunk egy 200 literes tartályt, amiben ismeretlen eredetű folyadék volt, erről megállapítottuk, hogy üzemanyag. Összesen 600 liter üzemanyag is előkerült. Ugye mind az üzemanyag, mind a dohányáru jövedéki terméknek minősül, ezért az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait értesítettük. Innentől ők folytatják az eljárást költségvetési csalás büntetének megalapozott gyanúja miatt. Ami akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A NAV utólagos információi szerint 60 liter pálinka is lefoglalásra került a helyszínen.